Október első hete az idén is az időskorúaké Keszthelyen. Egy héten át számos kikapcsolódási lehetőséget kínál a Balaton Színház a Szépkorúak Hete rendezvény sorozat keretében. A látogatók figyelme hétfőn Varga Istvánné Mayer Ilona amatőr festő munkáira irányult a Simándi teremben. A tájképek, csendéletek és portrék festője 21 éve ragadott először ecsetet, hogy gondolatait a fényképezőgéppel rögzített képi világot vásznon is megmutassa. Az alaszántói születésű Keszthelyen élő alkotót Csányi Zoltán tanár mutatta be. Az érdeklődő közönség megtudhatta, hogy Varga Istvánné Mayer Ilona képein gyakran visszatükröződik gyermekkora. Az alaszántói hegy, ahol felnőtt, az erdőkkel körülölelt táj, a víz, az állatok, amik gyakran megjelennek festményein. Varga Istvánné felnőtt korban gyermekei bíztatására kezdett festeni. Egy sokak által tisztelt és szeretett keszthelyi festő tanítványa volt. Mikor visszajöttem Debrecenből, akkor volt Dore Nagy Aladárnak festőiskolája. Tulajdonképpen oda eljártam, és hát ott akvarelleket tanultunk festeni, meg rajzolni tanultunk, de a gyerekeim vettek nekem festészetről tankönyveket, és akkor tértem át a vászon és olajfestéshez. Na most nagyon szívesen festem a környék tájait, nem véletlenül a Festetics kastély, de elsősorban a hullámszállót lefényképezem és fényképről, és amit nem értek, akkor visszamegyek és mindig megnézegetem. Varga Istvánné nyugdíjasként sok időt tölt festéssel, képeiről egy rövid tárlatvezetésen beszélt. A Szépkorúak Hete rendezvény kiváló alkalmat adott számára is, hogy Keszthelyen is megismerjék. Mikor 2009-ben kitaláltuk ezt a programsorozatot, akkor is az volt a célunk, hogy tematikus heteket szervezünk. Én úgy gondolom, hogy a tematizált programokra jobban odafigyelnek az érdeklődők, a hozzánk érkezők, és hát így került be a programsorozatunkba a Szépkorúak Hete is. És ez valóban a visszajelzések alapján tényleg lehet látni, hogy ilyenkor egy kicsit jobban fókuszálunk arra a témára, arra a hétre, mint jelen esetben most az idősebbekre, amiről szól az egész heti programsorozatunk. Az október 9-ig tartó programon mozgással vett élkedővel és szórakoztató műsorral is várják az érdeklődőket. Varga Istvánné képeit október 31-ig láthatja a közönség a Balaton Színházban.